Fábri Anna, Aranyidők, eszmék és emberek gróf Teleki László neveltetésében című könyve a Kortárs Kiadó gondozásában jelent meg 2022-ben. A műről, Teleki László neveléséről, valamint a hozzá kapcsolódó Teleki kéziratról, melynek címe Tanácsadás a nevelésről, Fábri Anna irodalom és művelődés történésszel, valamint a digitális szövegkiadásról Mihály Eszterrel, az Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központjának csoportvezetőjével beszélgetünk. Tartsanak velünk! Gróf Teleki Lászlónak, a 19. század egyik fontos politikai alakjának a neveltetéséről született egy olyan könyv, amit Fábri Anna írt meg, Aranyidők a címe, és Eszmék és emberek Gróf Teleki László neveltetésében az alcíme. Ez a kötet, ez valami olyan korszakot hoz hozzánk közel, és ahogy itt a bemutatón elhangzott, megízlelhetjük, vagy megillatozhatjuk a korszaknak a levegőjét, ami sorsfordító volt sokunk számára, Magyarország számára, de hát nagyon sorsfordító volt a könyv, hogy így mondjam, főszereplője számára, aki Laci néven szerepel a feljegyzésekben. Hogyan került a fókusza Fábri Annának Teleki László gróf életének erre a szakaszára, a neveltetésére? Több minden jött össze, hogy ennyi időt szántam ennek a témának a kidolgozására, vagy a vele való foglalkozásra. Az egyik egy felkérés volt, ami egy konferenciára szólt, egy emlékkonferenciára. Teleki László születésének 200. és halálának 150. évfordulója volt 2011-ben. A Nemzeti Múzeumban volt egy nagy Teleki konferencia. És egy olyan felkérést kaptam Csorba Lászlótól, aki akkor főigazgató volt a múzeumban, hogy, és nekem meg kollégám az egyetemen, hogy Teleki Lászlónak a gyermekkoráról. És hát először úgy voltam vele, hogy hát mondjuk én nem értek ehhez, nem foglalkoztam vele, Teleki Lászlóval végképp nem foglalkoztam, valamennyit a neveléssel imítam ott a különböző munkáim során, de akkor azt elvállaltam mégis. És akkor olyan forrásokkal szembesültem, még egyszerűen, ahogy mondják, beszippantottak. Tehát az egyik egy kézirat, amely soha nem jelent meg nyomtatásban. Teleki László, László nevű apjának a nevelési elgondolásait rögzíti. Tanácsadás címen őrződött meg az akadémiának a kézirattárában. Ez a mű tulajdonképpen a nevelő számára, az akkori nevelő számára, nem a kis Teleki László, hanem a féltestvérei, akik majdnem egy generációval idősebbek, annak a nevelőnek a számára készült. És kiterjed a nevelésnek minden területére, és így módon az életnek, vagy a mindennapi életnek is minden területére. Tehát attól kezdve, hogy kell tisztálkodni, odáig egészen, hogy mondjuk mi a helyes a latin tanításnak, mi a módszertana, hogyan kell a gyereket olvasni, tanítani. Ha felnő már és külföldi tanulmányútra megy, akkor fel kell készíteni, hogy a fejedelmi udvarokba is meg tudjon jelenni, amit az ember úgy elgondolkozik, hogy hát vajon ez miért kerül bele egy ilyen tanácsadásba, vagy ilyen nevelősi útmutatóba. De hát végső soron az ember ismeri Teleki Lászlónak az életét, akkor tudja, hogy számos fejedelmi udvarban és királyi udvarban is megfordult, többek között például a polgárkirály Lajos Fülöpnek az udvarában is, és bizony ott egészen sikeresen szerepelt. Természetesen nem gyermekkorában, hanem később. Tehát ez az egyik szál. A másik a naplója a gyerek Teleki Lászlónak, amely egészen elképesztő olvasmány. Kiadták már, megjelent nyomtatásban, de hát senki nem olvasta össze a szöveggel. Ez egy 1940-es évek legelején készült másolata valakinek, amit soha nem ellenőriztek. Tele van félreolvasással, meg hibával. És éppen ezért nem is ismertek fel egy csomó olyan fontos körülményt, vagy félreértettek, ami mondjuk nagyon komoly segítséget nyújtana a Teleki László személyiségfejlődéséhez. Tehát például, hogy milyen olvasmányai voltak. Tehát szerepel valahol a Teleki irodalomban, hogy gyenge műveket olvasott, ez egyáltalán nem igaz. Hát nem jól olvasták ki a művek címét. És nem tudták még azonosítani a cím alapján,
hogy ez micsoda, vagy egy szereplők vannak sokszor megnevezve, ugye. Ma már az ember a digitális lehetőségekkel élve mindent ki tud deríteni. Tehát ilyen értelemben nem is lehet, hogy mondjam, szemrehányást tenni az elődöknek, mert sokkal kifinomultabb és komolyabb eszköztárunk van arra, hogy ezeket megoldjuk. Tehát ez viszont azt jelenti, hogy nagyon sok mindenhez olyasmihez is hozzáférünk, ami ez a régi történet, akár a nagy történészek sem. Most nem telek lesz, hogy gyerekkoráról beszélek, mert azzal viszonylag kevesen foglalkoztak, azt hiszem én vagyok, aki legkimerítőbben. A másik szál, tehát ezek a források, amelyek vonzottak, a másik szál a nevelés maga. Tehát ez úgy érzem, hogy ez egy olyan központi kérdés ma is, talán, mint akkor volt, vagy talán még inkább az, mert akkor a 19. század végén, 19. század elején minden óriási nagy történelmi változás ellenére is, mert hiszen az is egy nagy korszakforduló, a francia forradalom utáni időről beszélek, az apa ugye még, aki írja ezt a nevelési tanácsadót, még a régi világban nőtt föl. A gyerekeiről pontosan tudja, hogy ebbe az újba fognak fölnőni. De ahhoz képest, ami ma vár az következő nemzedékre, ahhoz képest még biztonságosnak mondható a tájékozódásuk. És ez engem, ugye öt unokám van, engem ez az egész kérdés ezért is érdekelt, hogy ezek a gyerekek, akik a tínédzserkorúak, vajon mikkel fognak szembesülni, vajon hogy lehet őket felkészíteni arra, és amiről nem tudjuk, hogy mire, a jövőre. És érdekes volt azt látni, hogy hogy gondolkoztak erről a kérdésről a régiek. Valahol ez egy utopisztikus dolog, hogy embereket nevelünk a jövőnek. És miközben fantasztikusan, érzelmesen hangzik ez a dolog, és olyan nagyon szép, közben, ha belegondolunk, valami hihetetlen módon rémisztő. Ennek a Teleki Lacinak, ugye ennek a kisfiúnak a nagyapja, amikor meg 1700-as évek közepe táját, tehát a 60-as évtizedről beszélt, tehát 1760-as évtizedről megszülettek a gyerekei. Az első gyereke születésekor azt írta Bernoulli-nak, a tanárának Bázelbe, hogy hát egyszerűen megrémiszti a felelősség. És akkor azt is írja egy vers töredékébe, hogy ez az a feladat, amitől mindenki fél. Na most hát én sok szülőt ismerek, van, aki fél tőle, van, aki nem, de valójában a felelősség, olyan emberek is érzik ennek a súlyát, akik a nyilvánosság előtti szerepléséről azt gondolná az ember, hogy semmilyen kételje vagy szorongása nincs, de attól igen, hogy elég jó lesz szülőnek. Valahol egyfajta intellektuális, valahol egyfajta emocionális teherez, hogy tessék, itt van egy mag, egy kezdemény, fát kéne nevelni belőle, vagy elhangzott az is a sajtótájékoztatón oszlopot, ami megtart. Az én számomra a fa volt a kép, ami megjelent, amíg meg nem fogalmazta ezt az oszlop kifejezést, mert hogy ugye annak is vannak gyökerei, meg az is valahol az ágaival, meg közben felfelé törekszik, szóval, hogy hagyomány és közben jövendő. Hát nem véletlenül családfákat szoktak régen. Ezek valódi fák voltak sokszor, ugye, amiket megrajzoltak. Hát itt az oszlop kifejezésnek a családban, és másutt is, tehát mondjuk sok halotti beszédet is feldolgoztam, ahol a telekiekre emlékeznek vissza az egyházi szónokok, és ott is előfordul. Ez szóban nem is egy ilyen prédikációban vagy beszédben arról, hogy micsoda felelősség egy családtagjának lenni, egy láncszemnek. Na most, tehát nyilvánvaló, hogy egy arisztokrata családnál ez a felelősség nagyobb. De ha arra gondolunk, hogy egy egyszerű földműves családban is a földet meg kell tartani. Azt művelni kell.
azt át kell adni a következő nemzedéknek. Tehát ezek a felelősségek és feladatok nem csak az arisztokráciát terhelték. Ők oszlopokat, tehát ez a Teleki Lászlótól van, az apától ez az oszlop metafora. Azt gondolom, hogy ő úgy képzelte el a nemzetet, vagy az országot, inkább nemzetet, meg az egyházat, amit oszlopok tartanak. Ez felelősség. Az oszlopnak el kell bírni a súlyt, ugye? Mert kb. Összedől az építmény. És ő ezekre akarta felkészíteni a fiait, és hát ez részben sikerült is neki, vagy nagy részt sikerült is neki. Igen, hiszen a Teleki családnak elképesztően nagy feladatai voltak országos szinten, helyi közigazgatási szinten, és a vallásos életben is, mivel ők egy meghatározóan erőteljes református családként elképesztően sok református intézményben töltöttek be központi szerepet, kurátori, vagy akár vezető, támogatói, patronázs szerepeket. Ez így van, és ezt a feladatot nemzedékek viselték. Tehát például a Dunamelléki Egyházkerületben, amihez beletartozik a pesti, úgy hívják ők, hogy egyházmegye, de tulajdonképpen a pesti egyházközösség. Ezt a kurátori, tehát a világi vezetői szintet, ezt majdnem egy évszázadon keresztül vagy a Telekiek, vagy a rokonságuk töltötte be. Egyetlen egy ember van, aki ebből a Lónyai Menyhér, de különben vagy Telekiek, vagy Rádaiak, vagy Wartenslebenek. Tehát ez egy nagyon szoros családi kapcsolatot ír, foglal össze, és ezek unokatestvérek, apák, fiúk, tehát úgy követték egymást. Ez azt jelentette, hogy ők felelősséget viseltek. Tehát a templomot építettek föl, tehát az a Calvin téri templom, ami ma is áll, annak az egyik nagy támogatója és a kivitelezést is segítője, ez Teleki László volt, a ifjú Teleki Lászlónak az apja. Ahol aztán az ifjabb majd megkereszteltetik. Igen, pontosan. Hát ez természetes, hogy ott keresztelik meg, hiszen az a pesti reformátusok nem a templomba keresztelik meg, mert még nincs a templom, tehát egy imateremben, ami ez a lelkész lakban volt. Tehát a apa halálakor éppen hogy a tető fölkerült az épületre, de még eltelik jó sok év, mire az a templom hát betölti a teljes hivatását. Hát ennek a fényében is érdemes kézbe venni ezt a könyvet, ami egy nagyon olvasmányos, izgalmas, érdekes, nem csak szakmailag, nagyon különleges és új forrásokat, vagy a forrásokat új szemlélettel bemutató kötet, hanem, hogy így mondjam, a nagy közönség számára is nagyon élvezhető, és közel hoz egy sorsfordító korszakot, illetve egy sorsfordító korszaknak egy fontos személyiségét. Igen, hát én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges korszak az ország életében is, már tulajdonképpen a századfordulótól kezdve, ez az előkészülő évei a reformkornak, amelyben ezekben az években a pesti szintereken a Teleki családnak nagyon nagy a szerepe, tehát az anya egy szalon tart fönn, az apa a pesti értelmiségieket gyűjti maga köré, az első magyar nyelvű tudományos folyóirat legfőbb mecénása és a szerkesztőségi ülések egy része is ott zajlik. Aztán az akadémia megalapítása után a családi könyvtár, már akkor az apa nem él, a családi könyvtár az akadémiának lesz felajánlva, és az akadémia első elnöke az apának a második fia, tehát az első házasságából származó gyerekek közül a második fiú, Teleki József lesz, aki 25 évig áll az akadémia élén, és tudományos teljesítményeivel is kiérdemelte ezt a szerepkört, tehát az a régen, mondjuk a 40-50 évvel ezelőtt hangoztatott vélemény, hogy az akadémia megalakulásakor az arisztokrácia úgy, mintha rátelepedett volna az akadémiára. Hát egyrészt ők alapították, több arisztokrata igen komoly felajánlásokkal élt az akadémia megalapítása körül, másrészt pedig éppen Teleki József az, aki tudományos teljesítményével egy olyan szintet jelent, amit aligha képviselt más ebben a korban nagyobb joggal vagy hitelességgel, mint ő. Ráadásul ugye az a privilégiuma, előnye megvan, hogy származásánál
tekintve nem okoz gondot számára az, hogy külföldi tanulmányokat folytasson, mint ahogy az egész arisztokráciának sem, noha persze nem mindegyik család él ezzel a lehetőséggel. Igen, a tanulmányaik a telekieknek egészen, tehát azt lehet mondani, hogy különlegesek, és egyáltalán nem tipikusak, olyan értelemben azonban mégiscsak, hogy a református értelmiségiekkel együtt, éppen a teleki család az, aki németországi egyetemeken, tehát ez a református értelmiség, akár az evangélikusok egy része is, németországi egyetemeken tanult, tehát ezek voltak a protestáns egyetemek, és a korábbi holland irányultság, holland és angol irányultságtól némileg eltérve Göttingen és Jena az, aki két egyetemi város, főleg Göttingen képviseli ebben az időben a tudományosságnak a legkorszerűbb, azt lehet mondani, hogy a legkorszerűbb szintjét. Hát a telekiek ott járnak egyetemre, és az egész rokonság tulajdonképpen ott jár egyetemre, és ott képeztetik ki a gyerekeik nevelőit is. Tehát ők finanszírozzák a két éves egyetemi képzést, és az egy éves hospitáló körutat a legjobb intézeteket, pedagógiai intézetekben. Ez egyébként egy egészen elképesztő elgondolás, hogy nem egyszerűen csak azzal foglalkozom, hogy jó tanárokat kerítsek a gyermekeimnek, hát honnan szerezzek jó tanárokat? Hát úgy, hogyha gondoskodom arról, hogy jó tanárok létezzenek a világban, direkt kiválasztok megfelelő, alkalmas személyeket, akiknek a tanítatásába befektetek, mert hogy ez a befektetés, ez megtérül. Igen, a gyereknevelésben, vagy a gyerekek felkészítésében is megtérül, és megtérül, hát ez kicsit anakronisztikus, amit mondok, de a magyar, vagy az erdélyi értelmiségieknek a kiművelésében is. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a telekiek csak a saját családjuknak a művelődési érdekeit képviselik. Az ő egyházi szereplésüknek is, az egyházon belüli szereplésüknek is generációkra visszatérően a protestáns művelődés, ami anyanyelvi művelődést jelent, protestáns művelődésnek az elősegítése. Eszter, a Digitális Bölcsészeti Központnak a csoportvezetője, és a Fábri Annak könyvbemutatón Gruf Teleki Lászlónak a neveltetéséről volt szó, és ehhez kapcsolódóan bemutatkozott egy olyan digitalizált szöveg, amely pontosan ennek a neveltetésnek az irányelveit határozta meg, az édesapa által felállított tanácsadó könyv tulajdonképpen, hogy hogyan zajlik, vagy hogyan kell, hogy megtörténjen egy teleki gyermek nevelése. Ennek a szövegnek a lelőhelye nem biztos, hogy mindenki számára hozzáférhető, tehát már is hatalmasat nyerünk azzal, hogy láthatjuk. Ráadásul úgy lehet még laikusként is találkozni a szöveggel, hogy egyszerre látjuk magát a szöveget, minthogyha közelről egy fényképen látnánk. Nyilván nagyon komoly technikai feltétele van annak, hogy ennyire szép és jól látható képek készüljenek. És ráadásul mellette ugye ott van maga a gépelt, hogy így mondjam, változat, amiben olyan keresési lehetőségek is vannak, hogy akár egy-egy szóra rá tudunk menni, és további információkat találni. Mi volt a menete annak, hogy ez a szöveg így fölkerüljön a dupla oldalára? Azzal kezdeném, hogy egyáltalán miért digitális kiadás született ebből a teleki anyagból. Ezt Fábri Anna találta ki meglepő módon egyébként, mert ez nem egy szokásos módja annak, hogy ő ugye az újonnan megjelent tanulmánykötetében erről az anyagról is ír, és ahogy a tanulmányt készítette, az elmondása alapján
egyre inkább megfogalmazódott benne, hogy a magának a forrásnak digitális formában kéne megjelennie, már csak azért is, mert egyrészt ugye ez egy elég egyedi tartalom, amiből nem biztos, hogy nyomtatott kiadásnak nagy keletje lett volna, de digitálisan viszont pont azok hozzá fognak férni, akiket érdekel ez a szakterület. Másrészt pedig ugye azért, mert iszonyatosan sok mindent kell benne megmagyarázni. Tehát egy mai olvasó számára nagyon nem közérthető ez a szöveg. Rengeteg jegyzet van, és egy nyomtatott kiadásban ez már rendkívül zavaró lett volna, hogyha ennyi jegyzetet el kell benne helyezni. Harmadrészt pedig azért, mert hogy szerette volna ő is, hogy egy folyamatosan gazdagítható, bővíthető kiadásról legyen szó, és ugye ezt lehetővé teszi a digitális közeg. Hogy úgy jutottunk el a kiadáshoz? Hát ezt most nagyon röviden próbálom meg összefoglalni, mert elég összetett a folyamat. Igazából ugye az első lépése mindig az, hogy a kéziratokat digitalizálni kell, tehát be kell szkennelni. Ezt már Anna egyébként elintézte, hála Istennek nem a mi dolgunk volt, de egyébként a többi kiadásnál az életében ezt is az intézményen belül végezzük. És akkor ugye a bedigitalizált faksimiléknek hívjuk ugye ezeket a kéziratmásolatokat. Ezekből készítünk szövegátiratokat. Most ehhez van egy félig open source eszköz, amit úgy hívnak, hogy Transcribus. Ezt a szoftvert használjuk, és alapvetően arra való, hogy a képeket szegmentálva, ez egy szakkifejezés, tehát ilyen kis szövegterületekre felosztva megadjuk mindig a kéziratnak a megfelelő átiratát, és koordináták segítségével össze is van kötve a kép a szöveggel, és ennek kapcsán lesz lehetséges az, amit mondtál az előbb, hogy a platformon együtt olvasható a kép a szöveggel többféle nézetben, vagy egymás mellett, vagy magát az átírt szöveget olvasva, és hogyha fölé megyünk a kurzorról, akkor mindig látszik a faksimilének ugye a megfelelő kis részlete. És ezen kívül, hogy az átírás elkészül, elhelyezhetőek benne különböző megjegyzések, illetve annotációknak hívjuk őket, amiben mindenféle textológiai jelölés is beletartozik, illetve ugye a magyarázó jegyzetek. Így válik lehetővé az, hogy aztán olyan kiadás szülessen, hogy mindenki azt néz belőle, amit éppen szeretne. Valójában egy újabb réteget adunk hozzá ehhez a mékasszerű, állandóan szorgosan gyűjtögető valamihez. Ha belegondolunk abba, hogy már az alexandriai nagykönyvtárban is mindenki azon dolgozott, hogy minden szöveget megszerezzenek, ami csak bejut a kikötőbe, és addig ember onnan nem mehet tovább, amíg le nem másolják azt a könyvet, ami nekik nincs meg, hát akkor tulajdonképpen azt gondolhatjuk, hogy könyvtárosnak lenni valójában talán egy elképesztően fizikailag is, meg szellemileg is fárasztó dolog. A digitális könyvtár vagy platformok létrehozása mennyiben könnyíti ezt a fárasztó és kimerítő munkát meg, és mennyiben ad újabb terheket hozzá? Annyira sok újítás történik ezen a területen, hogy inkább megtöbbszörözi ezt a rengeteg feladatot. Egyáltalán nem úgy kell elképzelni, hogy ülünk és lapozgatjuk a könyveket, és nyugodtan üldögélünk a helyünkön, sőt, iszonyatosan sok munka van. Már csak azért is, mert amit az előbb elmondtam, egy nagyon röviden, hogy hogyan állnak elő ezek a digitális szövegek, az egy nagyon pici kis részlete volt a teljes munkafolyamatnak. Utána még csak nem fogom ezzel untatni a hallgatókat. Utána még számtalan egyéb feldolgozási fázis történik, és nem beszélve arról, hogy ki kellett építeni ugye egy teljes infrastruktúrát, amire ez a platform épül, ki kellett találni a nulláról, hogy ez hogyan működjön, illetve le kellett ugye fejleszteni, és jelenleg is fejlesztés alatt áll sok minden, hogy mit, hogy szeretnénk, és hogy szeretnénk bővíteni a funkciókat, meg az egyes projektekhez hogyan kell ezeket igazítani. És most amikor előállt egy ilyen platform, és elindultunk néhány kiadással, onnantól kezdve elindult az özönvíz. Tényleg iszonyatosan sok megkeresésünk van, már folyó projektek részéről is, illetve a jövőben induló projektek részéről, hogy szükség van egy ilyen szolgáltatási felületre,
Mert egyszerűen nincsen más közeg már, ahol ezeknek a projekteknek a forrásait publikálni lehetne, illetve már nagyon sokan felismerték azt, hogy egészen másra használható egy ilyen platform, mint egy könyvkiadás esetén, és rengetegen szeretnének ebbe az irányba elmenni. Mi meg próbálunk teljesíteni, és próbáljuk felvenni az iramot, de olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy itt ugye az OSK-ban az az irány, hogy digitális irányba szeretnénk elmenni mindenféle területen, és a modern világhoz igazodni, mint könyvtár. És ebben ugye nagy támogatást adott a pandémia is, ami ugye minden könyvtárat és közgyűjteményt a digitális világ felé sodort. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk ez előny volt. Minden esetre az biztos, hogy ezzel a platformon, amit mi létrehoztunk, illetve még fejlesztünk is tovább, ezzel egy nagy hiányt pótoltunk, illetve egy nagy lendületet adtunk annak, hogy vállalkozzanak a különböző kutatócsoportok, illetve a különböző projektek arra, hogy ilyen irányba menjenek tovább, és rengeteg ilyen együttműködés van kialakulóban, és folyik is már akár más intézményekkel, akár az intézményen belül is. Fábri Anna irodalom- és művelődés történésszel és Mihály Eszterrel, az Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központjának csoportvezetőjével beszélgettünk.